És ha már emlegettük a lumpen értelmiség életmódját, rögtön az elején, hogy ne áruljon zsákba macskát, a 25. oldalon elmeséli nekünk, hogy hogy is él egy vérbeli író, aki Budapesten tengeti napjait. A rezsim alacsony volt, a sárga csekkjeimet ritkán fizettem be, nőre költenem jó ideje nem kellett. Vendéglői számláimat fizették, könyvet és lemezt ingyen kaptam a kiadóktól. Kollégáimmal ellentétben nem ragaszkodtam a drága borokhoz sem, a bodrikutyát termelői áron 3 literes kiszerelésben vettem a Szondi utcai borboltban. Elvileg állandóan kilógott a gatyából a seggem, de gyakorlatilag mégis fényesen lubickoltam a budapesti pop életben. Csillogó, felkapott trendi éttermekbe jártam, mindenféle fogadásokra hívtak, koncertekre kaptam ingyen belépőt. Konyhám falát egy falvédő díszítette. Szegények vagyunk, de jól élünk. A kacskaringos betűk alatt a Nyugat címlapjáról ismert könyöklő, bajszos alak, a rodostói levelező. Előtte az asztalon gyertya, tinta és egy sárga kiskacsa. A falvédőt édesanyámtól kaptam karácsonyra, direkt nekem hímezte. Igen, erről eszembe jut, hogy a sárga kiskacsa, az is nagyon érdekes a regényben, hogy ugye megy előre a történés, és mindenféle emberek csapódnak, vagy meg állatok csapódnak a szereplőhöz. Egy kutya, egy nő Pécsen, egy másik nő Kolozsváron, akkor ott van ez a Zafira, majd Dudu, Bohóc nevezetű alakváltó barátja, és aztán a végén mindenki eltűnik mellőle ilyen-olyan élethelyzetekben, az egyetlen állandó élettársa neki, gyakorlatilag egy sárga Kázmér nevezetű kacsa, akivel mindig együtt fürdök, és akinek krimiket olvas föl a fürdőkádban, mert hogy egyébként a krimit is nagyon, mint író, nagyon nagy polcra helyezi az ő értékrendjében. Úgyhogy meggondolandó, hogy kinek milyen társadat itt meg az életben. Egyszer körbe visszük a kamerát. Jó.